Sziasztok! Ma szűzérmét fogok készíteni, és zöldborst mártást. Ezt fogom nektek megmutatni, hogy hogyan kell készíteni. Nem nehéz, ez sem. Egy kis gyakorlás kell csak hozzá. Vettem egy szűzérmét, és akkor szépen fölvágdostam nagyobb darabokra. Szépen szétnyitom, meg fogom tűzdelni sonkával és szalonnával, és össze fogom tekerni, összetűzöm egy fogpiszkálóval, vagy ha van hústűd, akkor hústűvel tűzd össze. Ki is kloffolhatod, nem kell így kinyitni, hogyha nem sikerülne, úgy gondolod, hogy nem fog sikerülni, akkor kloffold ki, és akkor úgy tekert fel. A szalonnáknak levesszük ugye a bőrét, ezek füstölt szalonnák, nyers füstölt szalonna, és van nekünk nyers tarjánk, amit még beleteszünk. Megsózzuk, megborsózzuk kicsi, más nagyon más fűszer, nem esetleg kakukkfüvet vagy rozmarinkot lehet még rászórni, az élik ehhez a húsihoz, más nem nagyon, és akkor ha kész vagy, összetűzted, akkor szépen félreteszed, megcsinálod össze a zöldborsmártást, közben én egy ilyen krumplit mutatok nektek, egészbe való krumplit, főztem, egészbe főztem a krumplit a héjában, bevagdosan is betettem a sütőbe, mindjárt lehet látni, de ma nem szaladjunk előre, rátettem a sonkákat, szalonnákat, és szépen összetekertem, és összetűztem. Ez egy elég vastag húsi lett, én azt javaslom, hogy kicsit keskenyebb csíkokat vágjatok, hogyha így kinyitjátok, mert azzal szembesültem, hogy pedig eléggé rutinos sütője vagyok ennek a szűzérmének, nagyon szépen meg tudom sütni, nem szárítom ki rózsaszín a belseje, és finom ízes a húsika, viszont itt azzal szembesültem, hogy nem sült át, és már a mártásban volt a hús, de nem ijedtem meg, elvágtam mindet ketté keresztbe, és szépen tovább sütöttem a húst. Vagyis hát főztem igazából a szószban. Itt a krumpli, amit héjában először jól alaposan megmostunk, beletettük vízbe, sóba, és szépen megfőztük, és szépen egy kicsit kinyitottam, nem teljesre főztem meg, bár ott a héja egy-kettőnek már lejött, mert nyilván kisebb a burgonya, megfőszeltem, beszeleteltem, bevagdostam, és sóval, kicsi borssal, és olívaolajjal megöntöztem, és betoltam a sütőbe, és megsütöttem. Nagyon finom, ízletes krumpli lett egyébként belőle. A zöldborsmártás, az vagy eredeti zöldborsból, vagy eredeti beáztatott zöldborsból készül, ezt lehet venni is, az beáztatottat, de te is beáztathatod, ha rákészülsz. Viszont ha ilyen kemény borsból csinálod, egész borsból, összevagdosod, kicsit ráteszed a kloffolót, lenyomod, nem ütölgeted, mert minden szana szét fog röpülni, hanem szépen lenyomkodod, és utána szépen még kicsit vagdosol rajta, és készen is van gyakorlatilag az előkészületek az zöldborsmártáshoz. Vajon fogjuk megpirítani, de egy kicsit, de inkább csak habosítjuk, nem pirítjuk, mert a vaj ugye megbarul, és megkeseredik, meg megég. Szépen felolvasszuk a vajat, beleszórjuk a borsot, és azzal mondom, egy picit, egy perc sincsen gyakorlatilag, míg habosítod, hogy ne égjen meg a vaj, gyönyörű, maradjon a finom íze. Lehet olívaolajjal is készíteni, de inkább vajat ír elő a recept, hisz egy ilyen majdnem alapbesamelt készítünk, bár nem teszünk hozzá tejet, hanem tejszínt. Meletettük a zöldborsot, látjátok, ilyen habos, kevergetjük folyamatosan, és már le is vesszük a tűzről, beletesszük a egy kanál lisztet, és úgy, és akkor szépen keverünk rajta egyet, és már le is vesszük. Félretesszük, felöntjük a tejszínnel, megint kevergetjük, és még fehér borral fogjuk felönteni, ami kicsit még higabbra készíti ezt a mártást, hogy úgyis be fog sűrűsödni kicsit később, vagy beletesszük majd még a sült húst is. Gyakorlatilag ezzel készen is vagyunk, kicsi sót teszünk bele, és ha még egy kicsi borst teszünk be, fehér borsot, akkor még jobban kijön a bors íz, és só, fehér bors, lakadsz bele egy kis szerecsendiót is, hogyha gondolod, és már készen is van. A húsit elkezdjük sütni,
kivesszük az edényből, ez egy jó fajta edény, ebből kivettem a mártás, belekerült a fehérbor, és már elmostam, és már került be olívaolaj, jó, felforrósítjuk, és már kerül is bele a húsi. Na most, tehát itt mondom azt, hogy egy eléggé vastag húsi lett nekem, és azt gondoltam, hogy már átsült, mikor mindegyik oldalát pirosra sütöttem, de nem sült át, de nem kell megijedni. Ezt annak mondom, aki nem rutinos háziasszony, és annyira nem találja föl magát a konyhába, hogy ne dobja el, meg ne keseredjen el, hanem én ugye ezt gondoltam, hogy ez megsült, és rátettem a mártást, és mikor egyet megnéztem, gondoltam, hogy megnézem, hogy milyen állapotban van a húsi, jó-e, biztosra megyünk, és akkor vettem észre, hogy nyers még a belseje, a közepe, és akkor mindegyiket fogtam és elvágtam, és a mártásban tovább főztem. Tehát, hogy ha így jártok, akkor nem kell megijedni, hanem ezt kell csinálni, nem ördöngőség, és nem ördögtől való esse, inkább menjünk a biztosra. Egyet, ha elvágsz, attól még ugyanúgy ehető lesz mindegyik, csak tudnod kell, hogy milyen ételt teszel az asztal, és az asztalra ugye nem teszünk nyers húst, hanem éppen mondjuk tatárbisztekről van szó. Meglocsoltam egy kicsit húsleveslével, hogy a mártásunk még egy kicsit lazább legyen, folyósabb, ne legyen sűrű, és rátettem, és itt vettem észre, hogy nem főtt meg, vagy nem sült meg a hús rendesen. Elvagdostam, és egy picit, egy 2-3 percet tovább főztem, és gyakorlatilag minden rendben volt, mert láthatjátok, gyönyörű rózsaszín lett a poton, a szelet a hús, gyönyörű szép rózsaszín lett, úgyhogy sok sikert kívánok mindenkinek az elkészítés, egyébként ez nagyon-nagyon finom étel, az étterembe sem nagyon lehet kapni ilyennyire finomat, készítsétek el, meg fogtok lepődni, milyen jó íze van ennek a zöldborsmártásnak, de egyébként lehet zacskóban is kapni, azzal is próbálkozhattok, ha nem mertek neki állni másiknak. Így néz ki a sült burgonya, és a tál pedig így néz ki, ahogy látjátok, milyen gyönyörű rózsaszín a húsi. Hát köszönöm, hogy meghallgattatok, iratkozzatok fel, keressetek, ha valami gondotok van, iratkozzatok fel a Peti Film Studio filmjeire is, azok is nagyon jók, kérlek benneteket, úgyhogy... és jelentkezzetek majd az élő adásban, amit be fogunk harangozni, hogy mikor lesz. Köszönöm még egyszer, hogy meghallgattatok, sziasztok!